Halihó, sziasztok! Ma egy hol videót hoztam nektek. Rengeteg dolog gyűlt össze az utóbbi időben, amit meg szeretnék nektek mutatni. Lesznek közülük olyanok, amiket tesztelésre kaptam, ezeket a videó első részében láthatjátok, és lesznek olyanok, amiket én magam vásároltam. Remélem, hogy tetszeni fog, és érdekel titeket, tartsatok. Először legyenek azok akkor, amiket tesztelésre kaptam. Az iParfümeria küldött nekem egy csomagot, amit én választhattam össze, hogy miket kérhetek és miket tesztelhetek. Igazából nagyon örültem, mikor lehetőségem adódott erre a dologra, és akkor megmutatom, hogy miket választottam. Az első az Aqualine Pink Sugar illata, amit kedvences videóban is láthattatok, valamint blogpost is volt már róla, ugyanis egy két hete körülbelül már nálam vannak a termékek, és már sikerült például ezt nagyon jól kiismernem és tesztelnem, és meg is szeretnem, ugyanis nagyon jó véleménnyel vagyok róla. Szerintem árértékarányban, főleg a tester verzió, ugye láthatjátok, hogy ez tester verzió, árértékarányban nagyon megéri, és ha gondoljátok és kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen illat, akkor nézzétek meg a blogposztot, hogy mit gondolok én róla. 4900 forintba került a 100 ml-s teszter, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ár érte. A következő, amit még rendeltem, és ezelőre ki akartam már próbálni, ez az Original Tangle Teaser. 2400 forintba kerül. Én azért ezt a teljesen rózsaszint vettem meg, mert amikor én rendeltem, akkor csak ez volt elérhető, meg egy csúnya citromsárga, úgyhogy a csomagolásával együtt így néz ki, és nagyon szeretem, de mindenképpen lesz róla teszt. Rendeltem még egy IOS ajakbalzsamot. Ezügyében szerettem volna, és mikor megérkezett, baromi izgatott voltam. Erről már megírtam a tesztet a blogra. Vegyes érzéseim vannak vele kapcsolatban, úgyhogy majd körülbelül jövő hét közepén lesz, vagy e hét közepén lesz elérhető majd a blogon. Egyébként 1500 forint körül van akciós van, és nekem az epres kiszerelés van. Ezeket rendeltem az iParfümériától, és kaptam még pár kis mintát is. Nagyon aranyosak voltak egyébként. Kettő férfit és három nőit kaptam. Az egyik nőit nem tudom megmutatni, mert ezt adattam édesanyámnak, mert nekem az nem tetszett. Az a Chloe C by Chloe Eau Fresh. A másik női az Calvin Klein Endless Euphoria. Erről már olvashatok a blogon, ugyanis imádom, nagyon-nagyon jó illata van. Tudni, hogy a következő szerzeményem egy ilyen Calvin Klein parfüm lesz, ugyanis még nincs Calvin Klein parfümöm, de már nagyon régóta szeretnék. Csak eddig nem volt olyan parfüm, amire szívesen beruháztam volna, ez viszont egy tökéletes darab. A másik minta, az a Tommy Hilfiger Tommy Girl, ami egy kis 5 ml-es változat, és fújós. Egyébként a többi is fújós, csak azok ilyen egy-két mise. Ebbe ugye 5 ml van, és ugye többször lehet használni. Ezzel úgy vagyok, hogy tetszik az illata, viszont abszolút nem tartós. Egy óra alatt körülbelül már nem érzem magamon, és nem is érződik rajtam. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy csalódás volt. Ezt biztos, hogy nem fogom megvenni. Kettő férfi illatot is kaptunk, vagyis kaptam. Az egyiket nem tudom megmutatni, ez az Azárónak a decibel illata volt, amit a barátom el is használt, és egy ilyen zacskóba érkezett a teszter kiszerelés, vagy ilyen mintakiszerelés. A másik pedig a Burberry London-nek a sima férfiaknak való változata kiszerelése. Ennek nincs neve, csak az, hogy Eau de Toilette for Men. Nincs külön neve. Ezt én imádtam a páromon, ő annyira nem szerette, vagyis hát ő inkább jobban szereti az ilyen fűszeresebb illatokat. Ez fűszeres, édes, és nekem ez nagyon tetszett, neki annyira nem. Viszont nagyon-nagyon jó árban van, a 100 millis ilyen 11-2000 forint, úgyhogy ha ő nem is veszi meg magának, akkor majd én megveszem neki, mert ha már megvan, akkor úgyis elhasználja majd, úgyhogy... Jaj. Az iParfümériás termékek ennyik lettek volna. Ezután az IAIA küldött nekem egy csomagot, amik az új termékeiket tartalmazta. Legelőször, amit meg akarok mutatni nektek, azok az arckrémeik.
Pár napja használom őket, kb. 2 napja, úgyhogy nem fogok róluk nagy következtetéseket levonni. Szintén leszorúk majd teszt a blogom. Ezek a szenzitív termékcsaládba tartoznak. Kaptam egy éjszakai krémet és egy nappali krémet. Igazából csak annyit, hogy eddig nem tudom, olyan vegyes az érzésem vele. Jól hidratálnak, viszont nehezen szívódnak be, és nekem ez így nyáron zavaró, lehet, hogy aztán majd ősztel, télen majd jobb lesz, mert erősebben hidratálnak. Egyébként az arckrémnek van fényvédője is, egy 20-as fényvédőt tartalmaz, és mindkét termék 0% szilikont, ásványi olajat és parfümöt tartalmaz. Tényleg nincs olyan szúrós illata, viszont nagyon ilyen krém illata van, ilyen vegyszeres krém illata van, amit nem tudok hova tenni, nekem nem tetszik. Úgyhogy inkább ilyen befogott orral kenem, mert tényleg olyan nagyon gyógyszer illata van. A következő, ami még a szenzitív családba tartozik, és nagyon örültem neki, mikor megláttam a csomagban, ez az Ilja-nek a micellás víze, ami szintén ilyen nagyon jókat ígér, hogy 0% parabén, alkohol és parfüm. Használtam már, nem annyira jó, mint a Garnier micellás víze, viszont nem szedi le olyan gyorsan és olyan alaposan a sminket, mint a Garnier-es, legalábbis szemről, arcról nagyon szépen leszedi. Én most úgy használom, hogy sminkelés előtt ezzel törlöm át az arcomat, mint egy tonik, és eddig ez a fajta módszer nagyon bevált, és ez egyébként ez érzékeny bőrre van. Az egyetlen problémám az vele, és igazából nem is probléma, csak egy kis probléma, hogy ezt én nem láttam sehol a drogériák polcain, és tényleg már régóta szerettem volna megvenni, de sehol nem volt, úgyhogy nem tudom, hogy hol lehet hozzájutni, ha tényleg nagyon megszeretem, úgyhogy nem tudom, és ez egy 200 nincs kiszerelés. Kaptam még egy arcradírt is, ami szintén a szenzitív családba tartozik, és ez nem olyan arcradír, ami szemcséket tartalmaz, és azáltal radírozza le a bőrt, hanem ez a kémiai hámlasztásos, hogy 5-10 percig rajta kell hagyni, és ezáltal fogja majd az elhalt hámsejteket valahogy leimádkozni az arcból. Legelőször használtam, úgy használtam egyébként, ez egy géles, vastagabb textúrájú krémszerű valami. Úgy használtam, hogy fölvittem, kicsit bedörzsöltem, lemostam, és semmit nem éreztem. Mintha semmit nem használtam volna a bőrömre. Én általában, hogyha arcradírozok, akkor érzem, hogy ugye utána sokkal puhább a bőröm. Itt nem éreztem semmit, néztem is, hogy aztán elolvastam, hogy 5-10 percig rajta kell hagyni a bőrön. Hát nekem ez annyira nem szimpatikus, nekem nincs 5-10 percem arra, hogy elvégezze az arcradír a dolgát. Majd meglátjuk, ha annyira jól szuperál, akkor rá fogom szelni ezt az 5-10 percet. Hogyha nem, akkor én nem fogok ezzel bíbelődni, mert tényleg nekem erre nincs időm, hogy 10 perceket rajta legyen egy arcradír az arcomon. A következő 3 termék már napozásra kapcsolatos, és ez nagyon jól jött, ugyanis vasárnap indulunk nyaralni, és kaptam egy 50 faktoros arcra való napkrémet, naptejet, nap valamit. Nekem a bőröm nem hajlamos sem leégésre, sem barnulásra. Úgyhogy ha én haza fogok jönni a tengerpartról, akkor ugyanolyan fehér és ugyanolyan hófehérke leszek, mint ahogy elmentem, és nem fogja senki elhinni, hogy tengerparton napoztam, mert olyan fehér vagyok, és egyszerűen nem fúj meg a nap, és nem is égek le annyira. Talán a vállam meg az orrom, ami leszokott égni, úgyhogy azokat arra figyelek, hogy be legyenek kenve. A lényeg, hogy ez 50 faktoros, kenni fogom magam, biztos, ami biztos, nem akarok bőrrákat, C-vitaminnal dúsított arca való cucc, 50 ml is, kíváncsi leszek rá. Aztán egy testre valót is kaptunk, ugye az egész testet be lehet vele kenni, ez 25 fényvédős és 150 ml is. Igazából az ilyen naptejek közül én jobban szeretem az ilyen fújósakat, azt könnyebben el lehet oszlatni, meg könnyebben, meg gyorsabban el lehet végezni a procedúrát. Kíváncsi leszek, hogy ez hogy, meg mi fog eloszlatni, remélem nem fog ilyen csúnya fehér réteget hagyni a bőrömön. Nagyon kellemes ilyen babahintőporos illatuk van, úgyhogy állítólag vízálló is, úgyhogy a víz be is, ha bemegyünk, akkor nem fog lejönni rólunk. És ha már tök jót napoztunk, és vagy leégett a bőrünk, vagy megégtünk, vagy valami, akkor egy ilyen napozás utáni bőrápoló géllel be tudjuk kenni a bőrünket. Ez D-pantenolt és D-pantenolt,
alantoint és kálciumot tartalmaz, a D-pantenon ugye puhítja és nyugtatja a bőrt, az alantoin is szintén egy ilyen gyulladás csökkentő hatása van, hűsíteni fogja a bőrt, a kálcium meg ugye tudjuk, hogy valamilyen szinten táplálja is a bőrt, és rugalmassá teszi is a bőrt. Erre is kíváncsiak, ez már egy 200 műsű szerelés. Most már jöhetnek azok a dolgok, amiket én vásároltam, és ha már a napozásnál tartottunk, akkor vettem, még a múltkor voltunk a napfényfürdőben, vagyis a partfürdőben, amikor nem ugyanaz, és vettünk gyorsba egy ilyen dúgon napolajat, ami igazából rohadtul nem érte meg, mert 2000 forint volt, és 6-os fénymérőt tartalmaz. Igazából csak azért vettük meg, mert kellett gyorsan valami, nem akartam anélkül lenni. Ez egy olyan, és azért csak 6-os fénymérős, mert már olyan bőrre kell fújni, ami lebarnult. Úgyhogy én fújkáltam ezzel magamat, nem is értem le, viszont nem tudom, gondolom sokat annyira nem ér, de azért például nyaralásra is el fogjuk vinni, hogy legyen nálunk. De itt is ír, hogy alacsony szintű védelmet nyújt. A DM-ben vásároltam 4 terméket, 2 tusfürdőt, ugye tudjuk, hogy ezeknek a darabja 250-300 forint. Egyet vettem a nyaralásra, még nem tudom, hogy melyiket fogom vinni, szerintem ezt már sokkal inkább ilyen tengerpartos nyárias illata van. Ez a Tropical Sunshine, nem is tudom milyen illata. Ez pedig a sima mézes teljes, aminek egy ilyen nagyon kellemes alapillata. Másik, amit vásároltam, az egy Balea testvaj, ezt már láthattátok a kedvences videóban, vagy az előző kedvences videóban. Ez a mogyorós, mogyoróvajas valami cucc, ami nekem hatalmas kedvencem lett, és azt hiszem 600 vagy 700 forint volt akciós, ami nagyon-nagyon megérte, főleg, hogy 200 ml is elég kevés is elég belőle ahhoz, hogy hidratált legyen a bőr. A másik, amiről hamarosan olvashattok a blogon, az egy szemkörnyékápoló, szintén a Baleártól. Ez a... nem tudok németül, pedig végülis 5 évet tanultam németet. Így néz ki. Ez a kék, nagyon sok jót olvastam róla. Már egy ideje, körülbelül egy hónapja használom, úgyhogy már lassan megírik a blogpost. Igazából ez is akciós volt, ilyen 800 forint talán. Úgyhogy ahhoz képest nem rossz, de mindenképpen lesz róla teszt. Akkor jöhetnek a sminktermékek, és utána a két random dolog. Az első, amiről mindenképpen beszélni szeretnék, és a legnagyobb boldogságom az utóbbi nem tudom hány napban, vagy hétben, ez pedig az Estée Lauder-nek a Double Wear alapozója. Ugyanis egy álmom vált valóra, amikor ezt megkaptam a barátomtól. Nekem az 1-2 ekrű árnyalatban van. 20% kedvezménye lehetett megvásárolni. Még én is azt mondtam, hogy egy kicsit húzós az ára, mert így is ilyen 10.000 forint, 9.000 valamennyi lett volna az ára. Úgyhogy végül is ilyen 8.700 forintért sikerült megvásárolni. Nagyon örülök neki, imádom ezt az alapozót. Tökéletes szint sikerült választani, attól eltekintve, hogy amit én próbáltam a hajnal parfümériában, azt nem tudtam pontosan, hogy mi a neve, így random kellett az oldalon így nézni a színmintákat, ugye monitoron, ami ugye becsapós, és de hál' Istennek tökéletesen eltaláltam az árnyalatot, úgyhogy meg is lepődtem magamon. Ez egyébként majdnem a legvilágosabb. És a rendelése mellé kaptunk egy ilyen sminkes kis natur palettát, ami... hoppá! Nem, most kiborult. Így néz ki. Amikor legelőször megláttam, mondtam, hogy jaj, de picike. Ki lehet egyébként húzni. Így. Erre is nemrég jöttem rá, hogy ezt így ki lehet húzni. És egyébként nagyon szép színek vannak benne, és eléggé pigmentáltak. Úgyhogy ennek nagyon örültem, mert ugye ez ilyen ajándékos dolog volt. Eddig csak a sárgát meg egy ilyen barnás rózsaszínt használtam, de azokkal meg voltam elégedve. Most nézem, hogy kihagytam egy BB krémet, amit az iparfüméliáról rendeltem. Ez a Misha Perfect Cover, amit nem is tudom miért hagyhattam ki, mert imádom egyszerűen. Nekem a 21-es árnyalaton meg, és ezt már körülbelül 3 tubust elhasználtam belőle. Csak én mindig eBay-ről rendeltem, és most úgy gondoltam, hogy nem sokkal drágább itt a,
az iparfamilien, azt hiszem ilyen 1-200 forinttal volt drágább, mint eBay-en, és nem kell rá várni, szóval két nap a szállítási idő, nem 3 hét, mint az eBay-nél, úgyhogy ez 2390 forint körül volt, és erről is lesz majd teszt, mint mindenről, úgyhogy ha gondoljátok, akkor írjátok meg, hogy miről szeretnétek feltétlenül, és akkor azzal fogok először jönni. Így néz ki egyébként a kiszerelés, és 20 millis maga a termék. Úgyhogy ezt elfelejtettem mutatni, de ezt is iparfümériáról rendeltem. A következő sminkek, amiket vettem, ez is volt már a kedvences videóban, ez a Lovely Silver Highlighter. Azt hiszem 700 forint volt akciósan, és eddig a legjobb highlighter, amit valaha használtam. Nagyon olcsó, nagyon jó pigmentált, nagyon szépen tart, nagyon szép fényt ad az arcnak, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes highlighter. A következő az egy rúzs, az Essence-nek az Oso Matte 15-ös rúzsa, ami egyébként a leárazáson volt elérhető, úgyhogy 350 forintért sikerült bevásárolnom, szóval megvennem. Nekem nagyon tetszik ez a szín, ez a My Lips Just Better kategória matt, úgyhogy tényleg természetes és ezáltal tartós is, amit nem ezáltal, hanem hát, na, tartós. Az utolsó kettős minktermék, ez úgy jutott hozzám, hogy vettem Cosmopolitan újságot, meg Elle újságot, Elle, nem tudom, igazából nem szoktam ilyeneket venni, csak láttam, hogy ilyen dolgok vannak benne ajándéknak, és hát megvettem. Úgyhogy hát igen, én ilyen vagyok. Az egyik egy avonos, ilyen kitekerhető szemtrúza volt, ami egyébként egy kalap kaki, mert nekem nagyon nem várt be, csípte is a szememet, és 5 perc után leprislogtam és lekönnyeztem, úgyhogy ez nem várt be. A másik pedig egy Rita Orás lilás körömlak, amit nagyon régóta szerettem volna megvenni, csak hát nem akartam kérni érte 900 forintot, de így is 900 forint volt az újság a legjobb, úgyhogy én is nem csináltam olyan nagy bizniszt, maximum az annyival többet kaptam, hogy ugye elolvashattam az újságot, ami egyébként még mindig azt gondolom, hogy semmit nem ér, úgyhogy nem szeretem az ilyen katalógusokat, vagy nem katalógus, hanem ilyen újságokat. Na mindegy, és az egyébként a 558-as Go Wilderness, vagy valami ilyesmi, ha jól tudom. Ja. Ennyi lett volna az ilyen sminkes szépségápolásos dolog. Amit meg szeretnék mutatni, azt kaptam az egyik barátnőmtől mecsutót. Egy ilyen mikroszálas törlőkendő, ami ugye mostanság nagyon nagy divat, hogy ezzel töröljük le a sminkünket. És most azért mutatom meg így, mert hótkoszos az egész, már illene kimosnom. Egyébként egyszer már mostam, és nagyon szépen kijött belőle a smink, az alapozó, a szempillaspirál, meg minden, úgyhogy elég szépen lehet tisztítani. Ja, nekem eddig bevált, bár azt vettem észre, hogy miután letörlöm az arcomra az alapozót, utána még marad rajta valamennyi, hiába törlöm át 2-3-szor, úgyhogy mindenképpen kell átmennem rajta micellás vízzel, ami nem tudom, hogy mennyire pozitív, meg mennyire jó. Az biztos, hogy most szeretem használni, meg kényelmes, meg minden, meg a gyarulásra is szerintem csak ezt fogom vinni, aztán max lemosom az arcomat sima vízzel, meg arclemosóval. Úgyhogy ezt nem tudom meg egyébként, hogy hol lehet ezeket venni, gondolom online shopokban talán, igazából én még nem néztem. Úgyhogy ezt. A másik dolog az ilyen kiegészítő, és az egyetlen kiegészítő, amit így mutatni fogok, a többi az ilyen szépségápolásos dolog köz. Az pedig ez a napszemüveg, amit szintén mutattam már nektek a videóban, a kedvences videóban. És amit nagyon-nagyon megszerettem végül is, mert nekem tetszik a nagy fejemhez. És most azért tettem így föl, mert izzadok, mint egy ló, és nem hiszem el, mert klímázom, és 25 foknak kéne benne lennie, de mégis úgy érzem, mint 600 fok lenne, és mindjárt ki kell mennem, és ott meg 40 fok van, és szétvis, egyszerűen utálom. Nem tudom, mikor lesz már ennek vége, mert ez nem fehér embernek való. Nem. Hihetetlen.
Igazából ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ha bármivel kapcsolatban van valami kérdésetek, amivel szeretnétek, hogy kezdjék a tesztelés folyamán, akkor nyugodtan írjátok meg. Az infobútban megtaláljátok az összes elérhetőségemet, megtalálhatjátok az e-mail címemet, a Facebook oldalamat, az Instagramomat, a blog címet, úgyhogy minden megvan, hogy teljes legyen ez a kör. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!